Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Duma színházban. Hát ez egy nagyon rendhagyó est. A válasz online közös első zöld válasz klubunk tulajdonképpen, aminek az apropója kettős, egyrészt van egy közös podcastunk a Válasz Online-nal, aki még nem hallgatta volna, feltétlenül hallgassa. Másrésztről pedig nagyon régen hát magamhoz képest foglalkozom itt a Fertőtóval, a Fertőpart beruházással közelebbről, és hát úgy gondoltuk, hogy nagyon jó alkalom lenne ez az első est arra, hogy hogy erről egy kicsit bővebben beszélgessünk. Úgyhogy erről lesz szó, aki nem erre számított, ki az, aki nem. Egy fő, jó, nem, ő csak, egy fő csak viccel, úgyhogy erről lesz szó. Hát lássunk neki a mai témánknak. Egy rövid bevezetővel készültem azoknak, akik nem követik az eseményeket. Ugye fertő part, ez a természet támadás felső fokon, ugye, mert alapvetően van a természetvédelem. Nem? Tehát amikor van a természet, az az alaprendszer, ami hogyha nem működik, akkor egyetlen további rendszer sem működik. Tehát ez mindig van egy ilyen tévedés, hogy hát a természetvédelem az álljon a sor végén, nem mert hogy hát annyi fontos dolgunk van, ami, hogy legyen az ipar, az nagyon jó legyen, meg a, hát a társadalom az hú, hogy működjön, de hogyha nincsen természet, akkor nincs egy olyan rendszer, ami ezt az egészet működtetni. Tehát például a Plutón szinte alig van ipar. Nem? Tehát, hogy ez, ez vagy, vagy nem tudom én, nagyon kevés a közösségi média, például a Marson. Tehát ott nincsenek ilyen viták, hogy jaj, túl sokat vagy Laci a Facebookon. Nincs a Marson Facebook, mert nincsen élet. És ugye itt a Földön van élet, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ez ne sokáig legyen így, ugye ez igazándiból ez egy jó megközelítés lett, hiszen minden további problémát megszüntet. Tehát, hogy ez a work-life balance problémája megszűnik innentől, nem? Tehát, hogy most jaj, mit csináljak, tízig maradtam. Hol? Ugye? Tehát ez, ez, ez nagyon gyorsan meg tud oldódni, és néhány szám, nagyon szeretem a számokat egyébként, amik és hogy miért foglalkozunk a fartal, mert szerintem ez, és én, nekem miért volt fontos, mert ez, ebben minden benne van, ami rosszul működik most. Tehát, és nem az, hogy úgy működik rosszul, tehát, hogy beversz egy szöget, és az újadra ütsz, hanem itt most úgy működik a dolog, hogy kifelé ütöd a szöget, és közben a homlokodata kalapáccsal. És ezért még te fizetsz. Tehát, hogy ez, ez szerintem nem túl jó, és néhány szám. A magyar zöld civil szervezetek állami támogatása, ez a zöld forrás, ez 70 millió forint volt egyébként 2022-ben. Idén én kerestem, hogy kiírták -e ezt a pályázatot, de hát nem találtam. Biztos eh, mire kiírták volna, valaki már megkapta. De hát ezt nem is akarom feltételezni, hogy ilyen történik nálunk. Illetve a fertőpart beruházás, hát ebből nagyon sok szám volt a 43-tól, ugye 23 eh, 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 milliárd forinttal indult, most talált meg egy 45 milliárdosat is, de van 47 is. Tehát ugye, ha az ember egyszer belejön a pénzköltésbe, akkor azért gurul az rendesen. De mondjuk a Kék Bolygó alapítvány bevétele, ugye az Áder Jánosnak a kis alapítványa az 1280 Millió forint. Tehát ebből lehet látni, hogy azért Magyarország összes zöld civil szervezete 70 millió forintot kap, akik mondjuk dolgoznak, és aki pedig podcastokat gyárt arról, hogy hát nem is olyan rossz az akkumulátorgyár, ő 1280 millió forintot, ami szerintem azért egy izgis felvetés. Ugye a vadászati világkiállítás az 17 milliárd forint volt, tehát 17 ezer millió, csak azoknak, akik nehezen vetnék össze a 70 millió forinttal. És hát erre szükség volt, és ez egy nagyon korrekt szám, hiszen ebben nincsen benne az, hogy az egész Hung expo a felújítása mennyibe került, mert az összességében ugye 70 ezer millió forint, ugye? Ezt is sikerült elkölteni. És a nemzeti parkok működésére fordított össze 2021-ben az 6 ezer millió forint volt. Tehát ez azt jelenti, ugyan, a, mindig azt mondják, hogy hú, hát ez megötszöröződött, mindig vannak ilyen nyilatkozatok, de hát, ugye, hogyha nagyon egyszerű matekot végzett el itt a Greenpeace, de bárki megtelti, hogy mennyi pénzt kapnak mondjuk ezek a nemzeti parkok, mennyi ebből a személyi költés, mennyi a dologi kiadás, és mennyi az, amit saját forrásból kell fedezni, akkor hát ennyit áldozott erre az Állam, és ez azért elgondolkodtató, hogy mondjuk, ha a Kék bolygó alapítványnak juttatott vagyonelemeket nézzük, amik már jóval 10 ezer millió forint fölött vannak, akkor azért úgy nem gondoljuk, hogy majd Áder János fog állni, mint természetvédelmi őr minden nemzeti park területén, de lehet, hogy eljön majd ez az idő, és klónozzuk a Jánost. És mielőtt belefognánk a fertőtóba, vagy a fertőpart kérdésébe. Azért gondoltam, hogy elhozom a lombkorona tanösvények kérdését önöknek, mert ugye most kapott ez nagy sajtót, ugye, hogy mennyi lombkorona tanösvény épül Magyarországon, és én ezt már régóta figyelem. Tehát volt egy trend, volt a kilátó korszak, ugye azt gondolom mindenkinek megvan, ugye a Bodrok keresztúri 30 cent is, meg a Tyukodi 12, tehát vannak ezek a már ilyen eposz jelzőjű hazai kilátók, Ja, a Bodrog keresztúri talán mindenkinek megvan, hogy egy vízmű dombon eh, volt eredetileg az a pont, ahova mentek kilátni az emberek, de hát ugye vízmű domb, ezért egy kicsit alacsonyabb dombra építettek egy kilátót. Ugye ez azért eh, logikusnak tűnik mindenféleképpen, de utána valaki ellátogathatott a tátrába, ez a tippem, és meglátta, hogy ott van lombkorona. Hoho, -ho, ugye Magyarország azért lomkorona nagyhatalom, tehát van bennünk egy kis elvágyódás, valószínűleg ezért építettük a kilátókat is, hogy alapvetően alföldi ország vagyunk, de vannak pontok, ahol nem. Ugye? Tehát ahonnan. 20 centivel is felép tudunk emelkedni a valóságon, vagy feljebb tudunk emelkedni a valóságon. És hát először a karcagira hívnám fel a figyelmet, ami 100 millió forintos támogatásból épül. Ugye, tehát azért megtévesztő ez a lomb korona. <síns> Nem tanösvény, tehát, hogy hogy azért, hogy egy fél méterre feljebb vagy, azért annyival többet nem tudsz meg egy erdőről. Én azt mondom, hogy aki ennyire vágyik a lombkorona tanösvényre, vegyen egy kicsi fát, és nézegesse addig, amíg meg nem őt. Ugyanott vagyunk. Ez, itt, itt, lehet látni, hogy a tömögek nézegetik a, a, lombkoronát. Mondjuk itt, itt főleg télen, ugye nagyon indokolatlan nézegetni, hiszen nincs. Tehát akármennyire közelről nézett, nem lesz lombkorona. És így lehet látni az emberek arcán, hogy senki nem a lombkoronát nézi. Nem? Tehát, hogy ez, ez, ez inkább egy ilyen természeti Váci utca, hogy így megyünk, beszélgetünk, nézzük, hogy hol hiányzik a léc, ugye? Tehát, hogy ez ez a fő program itt a Lomkoron a tanösvényen, és hát utána már 200 millió forintért készült ez az Evok Paradicsom nagykörün, ugye lehet látni itt a terveket, mintha az 1970-es Galaktika magazinból <Szoros> másolta volna ki valaki zsírpapírral, de nem gyújtott közben lámpát, és, és az is nagyon jó, hogy akad hozzá itt nagy egy gigantikus citromfacsaró is. Nem? Tehát, hogy ha egy óriási galaktikus citrom támadná meg nagy a lomkorona tanösvényen le lehet ezzel számolni, és hát ugye a nagy álmok, azok nem mindig úgy valósulnak meg, ahogy a tervező megálmodta, ugye így néz ki szerencsétlen fát körbe betonozták, tehát akinek tényleg ilyen természet van, hogy Jézusom egy lombkorona közelről összeomlok idegileg, az itt meg tud nyugodni, fölnéz, és jaj, hál' Istennek egy kis beton. Nem, hogy mintha otthon lennék a panelban. És hát most arra értük el a csúcsot, ugye a Nyírmárton falvi lombkorona ösvény. Itt a tan a hivatalos megnevezésből ki már kimaradt, és tényleg, hogyha megnézzük, sokat ebből nem <coughs> tudunk tanulni. Én is. Nekem is van ilyen erdész papírom, abszolút értem, hogy mi történt itt. Ugye 2017-ben beadtuk a pályázatot, de tologatták ide, tologatták oda, ugye már a szomszéd két telken volt lombkoronatanösvény, ugye mert ott két országgyűlési képviselő magán Hip-hop, ugye ott is lett. Én ezt nem értem soha, hogy minek ennyi lombkoronatanösvény, tehát valószínűleg akarunk csinálni egy ilyen lombkorona elkaminót, ami átmegy az egész országon, tehát elindulsz mondjuk így Csengernél, és akkor el tudsz menni a Fertőtóig, csak lombkorona ösvényen. Az azért kihagyhatatlan, és így jobban látszik a pusztítás mindenütt. És ugye 2017-ben a képviselő úr beadta a pályázatot, és hát közben vágáséretté vált ez a... Hát lehet látni, hogy ökológiailag rendkívül értékes nyaras és ez hát ki lett csapatva, ugye, mert azért a szükség nagy úr, hogyha erdőterve az volt, hogy le kell vágni, levágtuk, ugye, és itt lehet látni, hogy rendkívül nagy a terület természetessége, nem? Tehát, hogy, hogy aki a gyerekeknek meg akarod mutatni, milyen a magyar erdőgazdálkodás, tessék, ugye, tehát, hogy ez, ez van nálunk. Én egyben bíztam, hogy legalább ez a tanösvény, ez mondjuk azokból a fákból készült, amiket kivágtak. Nem, tehát, hogy nem Szlovákiából importáltunk még ehhez fenyőt, amihez további fákat kellett kivágni, de hát itt lehet látni, közelről is ízléses, tehát nagyon jó egyébként a, a játszótér hozzá, tehát lehet látni, hogyha nem köt le az, hogy fölmész magasra, és utána lejössz, akkor tudsz egy-egy is ott a háttérben. És külön jók a kiírások. Én azt a, az építményt mindenki saját felelősségre használhatja. Ugye? Tehát ne őrüljél meg, hogy majd itt a polgármester úr felelősségére fogsz fölmenni azt lenézni, ugye azt a szédítő mennyiség beszippant, és 14 év alattiak szülői tanári felügyelet mellett használhatják. Ez melyik osztályban merül fel valószínűleg, nem? Tehát, hogy hova menjünk? osztály kirándulás. Van egy olyan fantasztikus lomkoron a nősvény gyerekek, tehát ahogy a természet tudományok szerepe leértékelődik az oktatásban, ahhoz pont fasza lesz ez a tanösvény. Tehát így, na, ez jegyezzétek meg, amit itt látok, ennyi pont elég is lesz. A másik nagyon jó, az építményen tartózkodható maximális létszám. Tehát ez már a magyar nyelvben is egy nagyon hát előre mutató, kifejezés, a tartózkodható. Ugye ez, mintha Eszterházi Péter írta volna, ez húsz fő. Tehát bíznak benne, hogy egyszerre húsz főnek jut eszébe, hogy ezt a csodát megtekintse közelről, és a legjobb, kihajolni veszélyes. Hogy még van egy ilyen kis mávos feeling is, tehát, hogy nem hiszem, hogy annyira mozogna, mint egy vonat, de azért... Kőkemény. És hát utána eljutottunk a fertőpartig, ugye 45 milliárd forintért, ugye így nézett ki, amivel hát csak a baj volt, nem? Tehát, hogy itt vannak ezek a cölöpházak, jól néznek ki, emberléptékűek, még a tájba is besimulnak a náttetejükkel, itt valami nem stimmel. Nem? Tehát, hogy ez, ez, ez a magyar gondolkodásban ez valami, ez valami lehet rontva. Ugye volt egy teljesen ember léptékű kis kikötő, ahova ki lehetett kötni, olyan hajókkal, ami ki is tudnak menni a kikötőből, ugye, mert most van egy ilyen 800 állóhelyes kikötő, és ugye horgászcsónakkal nem lehet elhagyni, mert a kikötőt kikutorták, de előtte nem. Tehát igazándiból ezt egy ilyen vitorlás rutinpályának lehet használni, így kiállsz, ipszilonozol, betolatgat. és hát ugye mit képzelünk mi magyarok a természetről, ezt már többször elmondtam, de hát nem is mondom, hogy magyarok, hanem a kormány. É, itt lehet látni az ökocentrumot. Nem? Tehát, hogy ez mint egy falatkenyér úgy kell a természetvédelmi az maga az ökocentrum. A természet. Nem? Tehát, hogy oda mész, megnézed, ez az. Tehát, hogy ki az, akinek jobban tetszik a természet, ha van előtte egy üveg. Nem? Tehát, hogy jaj, hogy nem jön közel a vidra. Ugye? Tehát, mert, hú, évente több száz ember esik áldozatul vidra támadásnak. Tehát, hogy itt kijövök a természetbe, ott vannak a természetes vidrák, itt meg a biztonságos vidrák azokat meg lehet nézni, és nagyon jó egyébként már a látványterv is elég járulkodó, tehát itt lehet látni a magányos hattyú, ugye, tehát itt, itt, meghúzza magát a hattyú, és itt van egy pulóveres úr sapkában, aki a jégtáblák között evez. Tehát... Ez ugye, ez, ez volt az ígéret, hogy négy évszakos turizmus lesz. Hát valószínűleg nem az ökocentrum lesz, ami miatt télen elkezd evezgetni a fertőt a von, hanem inkább az elszántság. Tehát ehhez viszont nem hiszem, hogy kell 43 milliárd forint. Na most, ugye itt lehet látni a nagyívű elképzeléseket, és ugye hát ez készült el belőle. Ugye ez lehet látni, hogy amíg a beton tartott, az jó volt, amilyen ilyen komolyabb beruházások lettek volna, akkor már elfogyott a pénz. Itt lehet látni ugye, az ilyen Lázár János mételep kezdeményeket, és tényleg ez, 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 ez felmerül az ember, hogy mit akartak ennyi hajóval. Nem? Tehát, hogy ott van 800 hajó, tehát valószínűleg egy Ausztria elleni támadást készítettünk elő, ugye, hogy így ők nem figyelnek, és így hátulról lerohanjuk Burgenlandot, csak akkor ugye hova járunk majd utána dolgozni. Tehát ugye ez egy nagyon nagy kérdés még így stratégiailag, hogy ha el is foglaltuk Burgerlandot, mi lesz a következő lépés, de azért ez a 800 hajó az, az, az elég soknak tűnik. Itt lehet látni a kedvenc képemet vidám vízi cserkészek kobakban, cserkésznek a tavon. Ugye ez, és mentő mellény, mert valószínűleg azért kell a kobak, mert annyira alacsony a vízszint, hogyha beborulna, beütik a kis fejüket, tehát ez de ugye ez a vízszint is egy ilyen teljesen irreális elképzelés, hogy attól lesz a tóba víz, hogy építünk a partjára a át. Nem? Tehát, hogy ez, 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 ez ilyen teljes e, e volt nekem, ugye, hogy az első ugye, leégett, és csak azután nyelte el a mocsár. Tehát, hogy itt kiben merült fel ez a fantasztikus ötlet, amire később itt a beszélgetésben is ki fogunk térni, hogy a mocsár közepére a természetvédelmi terület közepére építsünk egy szállodát. De aki látta a látványterveket, úgy van a szálloda, hogy itt van az erkély, és ott már a víz. Tehát nem az, hogy van egy ilyen parti sáv, ahol itt sétálgathatsz, hogy de szép szálloda. Ahhoz hajóra kell szállni, mint a vízi hogy egyáltalán megnézhesd a, a balkon muskátlikat. Tehát, hogy ez azért e, unortodox elképzelés, meg az is nem, hogy az állam fogja magát, és akkor ő épít oda egy szállodát. Tehát, hogy ez ki az, nem tudom, ezt föl vetni más ilyen beruházásokkal kapcsolatban, és Kisvárdán épült ugye a termálvizes lórehabilitációs központ 2,2 milliárd forintból, hogy ki volt az, aki mondjuk járt már mondjuk a Salgó-Tarjáni kórházba, körbenézett, annyira fasz minden, hogy most már lovakat kell rehabilitálni. Nem vagy, hogy így járod a János kórházat, és akkor mire, mire költsünk el 43 milliárd forintot? Hát szerintem ez kihagyhatatlan lenne, hogy a Fertő Hanság Nemzeti Park közepén építsünk egy szállodát, Na, mert általában az állam a legjobb szálloda tulajdonos. Képzeld el, hogy úgy működne, mint egy kormányablak. Tehát, hogy van ilyen ügyfél, hogy beszeretnék jelentkezni péntek négykor, viszont látása, tehát ne haragudjon már, de hát ezért nem is vállalta volna az állam ezt a terhet, ugye, valószínűleg van rá tipp, hogy ki üzemeltette volna, ha elkészül ez a nagyívű mű, de e, e, Utána néztem annak is, hogy kik akadályozták ezt a beruházást, tehát hogy kik voltak azok a gonoszok. Itt összegyűjtöttem a sajtóból a forrásokat. Először is az osztrák üzleti körök. Ugye, tehát ők voltak. Ugye, ez valószínűleg én lehetek, mert eh, Dén nagyanyám az Bécsből vándorolt be Budapestre az első világháború után jó ütemérzékkel. Tehát eh, valószínűleg nagyon távoli osztrák üzleti körök próbáltak befolyást gyakorolni arra, hogy ne tegyék tönkre a természetet. A Momentum, ugye, akik aztán tényleg végképp nem csináltak semmit, bár tehettek volna. A Vadak, ez volt a legjobb a közbeszerzési, hogy azért kell egész évben dolgozni, de hogy a természet visszatérjen. Ugye, tehát, hogy ez azért, ez azért sajátos logika, nem? Így a természetvédelem területén, illetve hát a kedvencem a Natura 2000-es jogszabályt félreértelmező fajok. Ugye ez a... Tehát akik nem tudják, hogy az, hogy őket megölik, az, az, az nem baj. Tehát, hogy az, az, benne van. Tehát ez egy ilyen tágabban kell értelmezni, hogy amíg egy darab is marad belőlük, that's life, you know? Tehát, hogy ez... ez ez meg kell értened, hogyha a Mészáros Lőrinc jön egy a felé, ez az élet. Tehát, hogy ez, ez, ez a Natura 2000 in hangeri. Tehát, hogy Ausztriában lehet, hogy más, de más is más. A Lidl is drágább itt. Tehát, hogy ez, itt másként mennek a dolgok, mint mindenhol a világon, és az a jó, hogy van tényleg Magyarországon egy független bírósági rendszer, akik valószínűleg már nekik nem volt erős a, bírós, a bíróknak sem a biológia oktatás, Ugye, és hát figyelj, hogy mitől maradt fönn a faj, ha van belőle egy, nem? amíg le lehet fényképezni a biológiai albumban, létezik érted. Tehát amíg a pandák dugnak az állatkertbe, addig jó nekünk. Tehát, hogy ez ideig jutottunk el, úgyhogy most itt tartunk, Ugye itt a beruházásból ennyi maradt nekünk, egy napszitta tábla. Ez a Volkswagen transporter, ami mindenképpen megfigyelhető, tehát hogy egyszer oda transportáltak valamit, azt ott is marad törökké, néhány raklap, hulladék, amit helyi civilek gyűjtenek össze. Ugye ez, ez, is egy ilyen jó dolog, nem? Tehát, hogy vannak az államnak feladatai, de hogy mi úgy gondoljuk, hogy hát ezt ő fogja csinálni, majd mi megcsináljuk helyette. Nem? Tehát, hogy így, ilyen önkéntes alapon még működtetjük az országot, hogy hát ha szétdobják egy természetromboló, szétdobálják egy természetromboló beruházás közben a raklapokat, hát majd mi összegyűjtjük, ugye ezért vagyunk mi civilek, és hát tudjuk, hogy nem kapunk ezért támogatást, de hát tudjuk, hogy ez jobb célokra ment. Nem? Tehát, hogy az azért euh, szerintem szomorú és elgondolkodtató, és hát itt látható, ez azt kell, hogy mondjam, ez az ikonikus kép már. Ugye ez a ott készült a fal előtt. Ez, ez a fal a legrejtélyesebb, tehát ezt e, úgy éreztem magam, mint egy egyiptológus, amikor ilyen királysírokat próbál, ott a fáraók sírjait próbálja feltenni, hogy vajon mi volt itt az alkotó szándéka? Nem ezzel a betonfallal, és az a jó, hogy ez pont a vízpartján van. Tehát ez, ez egy ilyen esélyegyenlőségi akadályosító fal valószínűleg, hogy kerekesszékkel ugyanolyan nehéz megközelíteni így a vizet, mint simán gyalog. Tehát ez azt lehet mondani, hogy ez abszolút esélyegyenlőséget sikerült itt a fertő parton teremteni, mert ugyanúgy nem tudsz oda jutni a vízhez. És hát ugye most így néz ki, csodálatos, ugye ez lehet látni, hogy a lehetőségek szinte kimeríthetetlenek. Nem? Tehát, hogy így például, aki szereti a matekot, hogy így el tud sétálni innen ide, innen ide, innen ide, innen ide, de innen ide, így, 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 és akkor lehet úgy is, hogy azonos pontot nem érintesz kétszer. Tehát... E, e, Tényleg, akik így, így érdekeltek az ilyen matematikai feladatokban, azok jól tudják érezni magukat a fertőparton, vagy tényleg azok a természetkedvelők, akik azért nagyon nem akarnak a betontól eltéve, eltávolodni. És akkor ott oda nézel, beton, kicsit jobbra, nádas. Úgyhogy hát ez ilyen kicsit, vagy közepesen viccesen megfogalmazva, hogy mi történt itt a fertőparton, és szerintem ezt mindenkinek próbálom azért elmondani, hogy legfontosabb az ilyen természetvédelmi kérdésekben a beszélgetésben nyitott szemmel járni, tehát ahol önök laknak, ott sincs jobb állapotban általában a természet, vagy ha jobb állapotban van, fognak odaépíteni lombkoronaösvényt. Tehát erre szinte most már mérget lehet venni. Tehát muszáj aktívnak lenni, muszáj tenni valamit, mert azt kell, hogy az intézményrendszer azért nem arra van kihegyezve, hogy az ilyen dolgokat észrevegye, és valahogy nem úgy vannak elrendezve a dolgok, hogy a természet legyen a legfontosabb, de nélkül nem működnek a dolgok.